Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Orrunknál fogva. A reggeli kávé gőze, a levendula mező vagy a virágok aromáját érzékelve hangulatunk is megváltozik. Állítólag az ember 10 000 különböző szagot tud megkülönböztetni, és a szaglásunk sokkal kifinomultabb, mint az ízlelésünk. Nagyon sok minden befolyásol a másik ember illata, vagy az az illatközeg, amiben bekerülve találkozunk vele. Ez egy nagyon tudatalatti történet, és sokkal tovább tart, mint ameddig mi egyáltalán észrevesszük. Tehát egy jó csoki illat, mondjuk a croissant pult környékén biztos, hogy arra biztat mindenkit, hogy vegyen egyet. Nemrégiben fejlesztettem illatot egy nagy regionális banknak. És akkor a bankban olyan illat van, hogyha bemegy valaki, akkor szép nyugodtan kivárja azt az 1-2 percet, amíg sorra kerül, és olyan érzetet képvisel az illat, hogy hú, hát ez egy megbízható cég, érdemes a pénzemet ide befektetni. Az illatok nem csak manipulálni tudnak bennünket, sokszor jótékony hatásuk van, és ezt már évezredek óta tudják. Emlékeznek rá, mit mond a Hamlet 4. felvonásában Ofélia, amikor már őrülten énekelgetve bóklászik a kastélyban? Itt egy rozmarin szál az emlékezetre. Kérlek, édes rózsám, hogy jussak eszedbe. Ofélia régi népi bölcsességet idéz fel, amely szerint a rozmarin illata serkenti a memóriát. Ezt azóta kísérletekkel is alátámasztották. Amikor parfümöt választunk, akkor is valamilyen benyomást, hatást szeretnénk elérni. Így az egy kicsit rólunk is árulkodik. A parfümök tekintetében mi emberek ókonzervatívak vagyunk. Nagyon-nagyon meghatározott, hogy mi az illatvilága, amiben így otthon érezzük magunkat, úgymond érzelmi biztonságban vagyunk, és ahhoz mindig visszanyúlunk. Nagy hormonális változások, például egy mamának a gyermekszülés, a pubertás, ezek esetleg eltolják az illatízlést annyira, hogy utána érdemes egy újabbat keresni. De vajon tudják-e, mi van egy parfümben? A luxusipar, és azon belül a luxus kozmetikai ipar, a parfümök fejlesztése az odáig jutott, hogy ha ma minden olyan terméket a világon, ami mondjuk rózsaillatú, igazán rózsából csinálnának, akkor nem lenne búzamező a Földön. Tehát az a helyzet, hogy valamivel ki kell váltsuk, és ezek többségében nagyon olcsó szintézis vegyipar szakmányban gyártja ezeket az alapanyagokat, olcsó szintetikumok. Létezik olyan alapanyag, én nekem is van otthon, amiből dolgozhatok, hogy Laosból származó fair trade módon termesztett egy fának a gyantája, egy oud kivonat, jó értelemben mindegy, mert sok ilyen van, de azt odafigyelnek rá, hogy ez fenntartható módon és a termesztőknek is a jogaival és az érdekeivel összhangban szüressék, arassák és dolgozzák fel, és akkor abból készülnek illatok. Nos, ennek az ára kilónként 19 000 euró. Már születéskor teljesen kifejlett a szaglásunk. Viszont az, hogy mennyire találunk egy-egy szagot kellemesnek, csak 5-10 éves korunk táján derül ki. Mindenki szereti, hogyha valaminek így nagyon, nagyon finom illata van, de mindenkinek más az, ami bejön például. Én például van egy bizonyos öblítő, amit mindenkin kiszúrok és teljesen meglepődnek. Tehát vannak olyan illatok, amik egyszerűen mindentől megkülönböztethetők. Illetve hát nyilván szeretem én is a páromnak olyan illata van, ami egy kicsit elvarázsol. És azt gondolom, ez befolyásolja is, hogy valakihez mennyire tudunk kémiailag picit vonzódni. De nálam valahogy ez úgy alakult egyébként, hogy a barátnőmnek, ha az illata tetszik, akkor utána már nem szeretem, ha megváltoztatja az illatát, hogy nekem valahogy azzal az illattal ismertem meg, és nekem ő az az illat, azzal azonosítom. Úgyhogy egy kevésbé vagyok rugalmas ilyen téren, de én is nagyon felkapom a fejemet, amikor például most virágzik a bódza ott nálunk az udvarba, és amikor megcsapja ez a finom illata az orromat, azért az bearanyozza a napot. Az illatok nagyon erős azonosítók. Ha akár egy brandet, szolgáltatást, illetve történetet egy illattal összekapcsolunk és felépítjük, akkor az sokáig megmarad. Ugyanis az emberi agyban a szagló érzékelés ugyanott van, mint az érzelmek. A gyűlölet, a szeretet, a szerelem. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt
magyarul.